A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem online térben megnyitja kapuit. Szeretettel üdvözöllek benneteket a Gyerekegyetem Plus előadásán. Amint már megszokhattátok, a Gyerekegyetem általános iskoláknak szóló rendezvény, ettől függetlenül erre az előadásra nem csak az általános iskolás gyerekeket várunk, hanem nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Ez az előadás végeztével továbbra is elérhető lesz a YouTube csatornámon. Engem Hertlen Károlynak hívnak, nagy szeretettel üdvözöllek benneteket, és kezdjünk hozzá a fizikához. Az első blokkot Daniel Bernoullinak és az ő munkásságának szenteljük, egy pár kísérlettel róla emlékezzünk meg. Ő Hollandiában élt, 1700-ban született, és 1782-ben halt meg. Annyit érdemes róla tudni, hogy a munkássága között volt egy, amit talán legtöbben ismernek róla, az áramló közegek fizikájával sokat foglalkozott. A kísérlet, amit meg fogok mutatni, igen érdekes nevet fog viselni, az a neve, hogy aerodinamikai paradoxon. Mit is jelent ez pontosan? Az aerodinamika az nem más, mint a levegő mozgásával foglalkozó tudomány, a paradoxon szó az pedig egy szemlélettel ellentétes dolgot mutat. Itt van egy eszköz. Nézzétek meg. Ez egy csőből áll, a csőhöz rögzített fém koronghoz, és ezen a fém korongon három kis tartó van, amely egy lemez tart. Hogyha én ezt átfordítom, ez a lemez, ez fogja magát, és így szépen a saját súlyától addig megy, amíg ezek a karocskák engedik. Nézzétek meg, hogyha ezen a csövön keresztül én ide betolok egy szívószálat, ezt a lemezkét meg tudom emelni. Így mi. Na most, azt fogom csinálni, hogy ebben az állapotában függőleges tengellyel lefelé fogom tartani ezt az eszközt, és amint látjátok, ez a lemez elérte a legalsó részét. Belefújok egyet. Amint látjátok, ahelyett, hogy a kitóduló levegő ellökné ezt a lemezt, ettől a másik lemeztől távolabbra, a lemez fölemelkedik. Hogyha sokkal nagyobbat fújok bele, akkor előjön egy jelenség, egy nagyon izgalmas jelenség, mindjárt meg is beszéljük, hogy pontosan mi történik. Bernoulli a vizsgálatai után mondta ki ezt a törvényszerűséget, hogy azon a részen, ahol nagy sebességgel áramlik a levegő, ahhoz a részhez képest, ahol mondjuk nyugalomban van a levegő, lecsökken a légnyomás. Tehát ez azt jelenti, hogy azokon a helyeken, ahol nagy sebességgel áramlik a levegő, ott kisebb lesz a légnyomás. Térjünk vissza az aerodinamikai paradoxonunkhoz. Ugye ezen a csövön keresztül fújtam bele, ezért itt áramlik ki a levegő, és a levegő, ahogy elérkezik ez a lemezhez, oldalirányba kifelé áramlik, vagyis annak a levegőnek, ami a lemez fölött van, sebessége lesz. Itt alatta viszont a levegő nyugalomban van. Ez a légnyomás különbség éppen elégséges ahhoz, hogy ezt a piciny lemezkét fölemelje. Nézzétek meg még egyszer. Nos, ez a Bernoulli törvénynek az egyik nagyon egyszerű és szemléletes bemutatása. Van egy másik kísérletünk, amint látjátok itt tőlem jobbra, nektek balra, itt van két golyó, biliárdgolyó, fölfüggesztettem. Ezek a biliárdgolyók lényegesen nehezebbek, mint ez a alumínium lemezke ebben a kísérletben, és nézzétek meg, itt van egy kompresszornak a végére szerelt légfújó, ezzel a légfújóval középfújók a golyóknak, és amint látjátok, a két golyó nem szétlebbent, ahogy az ember gondolná, hogy odafújok és szétfújom a két golyót, hanem a két golyó fogja magát, és egymáshoz közelít. Nézzétek meg még egyszer, és amint jól látszik, a két golyó fogja magát, és összeütközik. Az a helyzet, hogy gondolná fene, mondta az egyik művében Fejes Endre, nézzétek meg, nem kell ekkora légsebesség, bőségesen elegendő, a tüdőmmel kifújok ide a két golyó közé. Amint látjátok, ezzel is el lehet érni ezt a hatást. Elmondom nektek, hogy mi az, ami segít engem.
Amikor kiválasztottam ezt a két golyót, akkor ha fölülről megnézitek a két golyót, akkor itt ezen a részen egy szűkület van. Amit ide fújok levegő, folyamatosan szűkül, egyre jobban felgyorsul, és a két golyó oldalánál lesz a legkisebb a légnyomás, hiszen ott lesz a szűkület miatt a legnagyobb a sebesség. Ennek eredményeként, amint látjátok, ez a két golyó pillanatokon belül összeütközik, és egy jó darabig még itt pattog mellettem, amíg el nem veszti az energiáját. Tehát akkor az a lényeg a dolgnak, megismerkedtünk egy jelenséggel, azzal, hogyha nagy sebességgel áramlik egy közeg. Bernoulli elsősorban levegővel foglalkozott, de ugyanez elmondható a folyadékokra is. Tehát a folyadékokban is ez a nagy sebesség kisebb nyomást jelent. No de az az igazság, fölteheti a kérdést valakinek, valaki, hogy 1700-ban vajon miért kellett foglalkozni a mozgó közegeknek a dinamikájával, jellesül a szél, illetve a levegő mozgásával. Ha valaki megnézi a térképet, vagy esetleg hallott már Hollandiáról, akkor tudhatja, hogy Hollandiában rengeteg szélmalom van, és a szélmalmok működéséhez jól meg kellett érteni a természetet, tehát tulajdonképpen ahogyan a fizikának a módszere működik, az nagyon jól megnézhető Bernoulli munkásságában, jelesül az, hogy van egy jelenség, megfigyeljük, aztán kikutatjuk, és utána a mérnököknek odaadjuk, és a mérnökök ebből csinálnak számunkra egy jó működő eszközt, ami megkönnyíti az életünket. Bernoulli törvényében van még egy másik igen játékos kísérlet. Nézzétek, nem is kell hozzá sok dolog, kell hozzá egy kicsi sztirofol labda, tehát egy hungarocell golyócska és egy szívószál. Hogyha én belefújok a szívószálba, és fölé helyezem a labdát, akkor láthatjátok azt, hogy a labda abban az áramlatban bennmarad, ahol ami kijön a szívószálból. Ha megnézitek, akkor körülbelül ebben a magasságban lebegett a labda, és hogyha azt is megfigyelhetitek, majd megismétlem a kísérletet még egyszer, hogy ennek az áramlatnak mindig a közepén lebeg a labda. Nézzük meg, hogy milyennek a magyarázata. Ha a labda az áramlat közepéből oldalirányba kitér, akkor ugye ezen az oldalon, ami a szívószáltól távolabb van, sokkal kevésbé nagy sebességgel fog áramlani a levegő, mint emez az oldalon, ami az áramlatnak a közepén van. Ez azt jelenti, hogy innen, ebből az irányból egy oldalirányú erő ide fogja húzni. Ha ezen túllendülne, akkor a másik irányba megy, és tulajdonképpen ez lesz az, ami ezt a táncoló labdát az áramlat közepén tartja. Hogyha kellően nagyot fújtok bele, akkor az áramlat magasabbra fogja fölemelni a labdát, de azt is meg lehet nézni, hogy óvatosan egy egész kicsit elbillentem a szívószálat, és nem függőlegesen fölfelé fogok fújni, hanem egy kicsit oldalirányba. Ebben az esetben is mindig az áramlatnak a közepén marad a labda. Hogyha tetszenek ezek a kísérletek, akkor próbáljátok meg otthon is megismételni, hiszen éppen ez az előadásnak a címe, otthoni kísérletek, csináld utána. A Bernoulli törvényhez még nézzünk egy másik kísérletet is. Itt van egy tekercs WC-papír. Amint látjátok, ez a fele, ez könnyedén lebeg itt. Ha fölé fújok, akkor a WC-papírnak a vége megemelkedik. Ez egy lombfúvó, ennek a lombfúvónak a segítségével akár még jobban meg tudjuk ezt mutatni. Amint látjátok, ennek a lombfúvónak a segítségével igen, rendesen meg tudjuk emelni ezt a papírt. Sőt, nem csak megemelni tudjuk a papír végét, ha szabadon hagyjuk forogni ezt a papírgurigát, akkor a levegő súrlódása forgásba hozza, és nagyon rövid idő alatt letekeri a papírt.
Itt van egy tölcsér. Ez egy kúpos tölcsér, ha megfigyelitek. Ebbe a kúpos tölcsérbe beleteszek egy pingponglabdát. A pingponglabda gömb alakú, éppen ezért a pingponglabda és a tölcsér egy körpályán teljesen zártá teszi ezt a tölcsért. Nézzétek meg, itt a kezemben egy kompresszorra kapcsolt légpisztolyt működtetek, és ha én ezt most bekapcsolom, és abban reménykedem, hogy ki fogja lőni a labdát, akkor nem fogja kilőni. Amint látjátok, az történik, hogy a labda egy picit megemelkedik, jön kifelé a levegő, és utána visszapottyan. Megint fölemelkedik, megint visszapottyan. Ez mint egy megerősít minket abban, amit előbb láttatok a szívószáldodát, ott is becsukódik, kinyílik. Ez a jelenség egyébként, hogy itt ezen a részen itt oldalt nagy sebességgel áramlik a levegő, az azt jelenti, hogy attól lefelé mozog a levegő, itt fölül pedig itt a labdának ezen részén nyugalomban van, tehát a nyomás ebből az irányból nagyobb lesz, ezért nem fog tudni a labda kiugrani. Figyeljétek meg, hogy most megfogom a labdát fordítani, miközben fújom kifelé a levegőt. És itt is itt marad a labda. Ez azt jelenti, hogy akkora lesz a légnyomás, hogy ennek a labdának a súlyát meg tudja tartani. Tehát ez azt jelenti, hogy ez is a Bernoulli törvény segítségével magyarázható. Abban az esetben, ha ebből a labdából szeretnénk légnyomás segítségével kifújni, ebből a tölcsérből megpróbálnánk ezt a labdás légnyomás segítségével kifújni, akkor a Bernoulli törvény, most már ismerjük jól, azt kell csinálni, hogy el kell fújni fölötte, akkor itt fölül nagy lesz a levegősebessége, itt alatta pedig kicsi, és amint látjátok, egy mozdulattal ki lehetett fújni. Hát a takarító néni nem fog ennek a kísérletnek örülni, de ti örüljetek, mert egy izgalmas jelenséget láttunk, megint csak Bernoulli törvényéről szól a jelenség. Abban az esetben, hogyha e köré, a függőleges oszlop köré ide képzelnétek egy háztetőt, akkor mindent értünk. Ebből az irányból érkezik a szél, a háztető elvezeti ebbe az irányba, és itt nagy sebességgel fog áramlani a levegő, és ez a nagy sebességgel áramló levegőben itt lecsökken a nyomás. Ott alul, az alsó részén pedig, ha van levegő, amit ki tud szippantani, az kiszippantja, és a levegő áramlását, ilyen fölgyorsult áramlását szemléltettük ezekkel a kis apró csoki golyócskákkal. Az a nagy helyzet, hogy amikor nagyon nagy szél van, akkor óvatosan kell eljárni a tűzrakó berendezésekkel, mert egyeseknél jobban, sokkal jobban kell lefolytani, mert hihetetlenül föl tudja szítani ez a nagy levegőáramlás a tüzet, és ez azért is rossz többek között, mert esetleg túlmelegszik a kályha, meg nagyon sok hő megy el a kéményen. Illetve a gázkészülékeknél az őrlángot simán elfújhatja, és akkor igazából baj nem származik, csak leáll a fűtés. Tehát még egyszer azt kell látni, hogy amikor az ember beállítottam ide, itt fújja ki a levegőt, nagy sebességgel áramlik a levegő, az itt nagy sebességgel áramló levegő miatt lecsökken a nyomás ezen a ponton, és alulról, ahol a légnyomás ugye még normál értékű, olyan, mint a szélfújásunk előtt, akkor a nyomás különbség fölemeli a kisebb tárgyakat. Szerintem a takarító néni annak ellenére nem fog nekörülni, mégiscsak megérte megmutatni ezt a kísérletet. A következő kísérlet elsősorban hangtanhoz passzol, de a működésének elve éppen Bernoulli törvényével magyarázható. Szükséges hozzá egy szívószál, olló és fogó. A szívószálat óvatosan egy fogóval megfogom, jó erősen megszorítom, és nem túl nagy sebességgel, de egyenletes erővel megnyújtom. Ha megnézitek, ezen a részen a szívószál nagyon elvékonyodott, sokkal gyengébb, hajlékonyabb lesz, mint azon a részen, ahol még nem nyújtottuk meg. Most én elvágom
először körülbelül így 45 fokos szögben, aztán elvágom rá merőlegesen is, így. A végéből egy egész picit lecsippentek, és már majdnem kész is van. Nézzétek meg, ha így megnyomja az ember, akkor ez a két nyelvecske, amit készítettünk, ez szét megy egymástól, és ha rá merőlegesen nyomogatjuk, akkor meg összemegy. Szétmegy, összemegy. Nos, tulajdonképpen annyit kell csak tennünk, hogy fogja az ember, ide belefúj egy nagyot. Ha ide belefújok, akkor a két nyelvecske közötti szűkületben igen nagy sebességgel fog áramlani a levegő. Itt fölötte és itt alatta, a szűkületen kívül gyakorlatilag áramlás nélküli lesz a levegő, vagyis nyugalomban lesz. Ennek eredményeként a nyelvecskét, amit most készítettünk, emlékezzetek, hogy egy vékony lemezkéből van, ezért nagyon könnyedén meg tud majd hajolni, akkor egy pillanatra be fog csukódni. Ha becsukódik, akkor kívül is, belül is kiegyenlítődik a sebesség, illetve belül megáll a sebesség, kiegyenlítődik a nyomás, és a rugalmasság miatt éppen megint ki fog nyílni. És akkor ez kezdődik előről, becsukódik, kinyílik, és ennek eredményeként, figyeljétek meg, mit lehet ebben a szívószállal csinálni, belefújok egyet, tudunk előleg készíteni egy szívószál dudát. Ez a szívószál duda, mint mondottam volt, elsősorban, amikor bemutatni szoktuk, akkor hangtannál szoktuk bemutatni. Ugye most már értjük a hangkeltésnek a fizikáját, keresztül áramlik a levegő nagy sebességgel, lecsökken a nyomás a két nyelvecske között, aztán kívül pedig a nyomás marad olyan, amekkorával fújok bele, és ez a nyomás különbség, ami a levegőben alakul, becsukja, kinyitja a szálat, szívószál dudának a végét, ezért aztán, ha megfigyeljük, áramlik, nem áramlik a levegő, tehát megindul, megáll, lengésbe hozzuk a levegőt, a benne levő levegőt, és ez a lengés, ez tulajdonképpen egy speciális dolgot hoz létre, mi fizikusok úgy hívjuk, hogy állóhullám. Az állóhullám az egy hallható hullám lesz, egy hanghullám, és ennek eredményeként a hallható hanghullámból tulajdonképpen egy zenei élményt is csinálhatunk. Figyeljétek meg, hogyha fogja az ember és elkezdi a szívószálat vagdosni, amint hallhattátok, ahogyan vágtam rövidebbre és rövidebbre a szívószálat, egyre magasabb és magasabb hangot tudtunk készíteni. Ugye ennek a zeneszerszámnak mindösszesen egyetlen egy nagy hibája van, hogy visszafelé már nem lehet játszani. Csak egy olyan hangsort tudunk lejátszani, így ezzel a módszerrel, hogy egyre emelkedjék a hang. Nos, hogyha ezt szeretnénk megváltoztatni, akkor nem es egyszerűséggel, csak annyit kell tenni, hogy veszünk egy szívószálat, és a szívószálat szépen megszorítjuk a fogóval, megnyújtjuk. Ugye most még egyszer megmutatom, hogy hogyan készül a szívószál. Elvágjuk egyszer így, aztán így. Levágunk egy picit a végéből, de tényleg csak egy picit, éppen akkor át, hogy ne szúrja meg a nyelvünket, nem maradt más hátra, mint be kell a szívószálat járatni, egy kicsit megpuhítani, meghallgatjuk, hogy hogy szól. Azt hiszem, hogy szépen szól. Ha arra szeretnétek választ kapni, hogy hogyan lesz ebből egy kicsit erősebb hang, hát egyrésztről erősebb is lesz a hang, meg egy kicsit mélyebb, mert ugye egy kicsit hosszabb lett a szívószál. Amit még szeretnék megmutatni, ha megnézitek és egy centiméterrel, vagy ha jó szemmek vagytok, pont a közepén készíthetünk egy bevágást. Ennek a bevágásnak az a célja, hogy ennek a szívószálnak a közepén legyen egy lyuk. Nézzétek meg, egy kicsit bevágom egyik irányból, egy kicsit bevágom a másik irányból. Itt keletkezett egy lyuk, így itt van. Most belefújok, befogom a lyukat,
Hát körülbelül, hogyha pontosan csináljátok, akkor egy oktáv, hogyha pont a közepére kerül. Nekünk már csak annyi maradt, hogy kettő hangú a szívószáldudánk, az oktáv ugye az 8 hangból áll, és akkor különböző helyekre elkészítjük ezeket a lyukacskákat, és hogyha jól csináljátok meg ezeket a lyukacskákat, akkor egy nagyon szépen szóló, egy oktávos sípot tudtok csinálni. Íme itt van a most már három hangú sípunk, meghallgatjuk a legmélyebb hangot. Amint hallottátok, most már három hangú sípunk van, az alaphang, az oktáv és a hozzá következő szó. Ez a do, re, ez egy ré hangnak kéne lenni. No, tehát, hogyha van kedvetek, próbáljatok meg ilyen szívószáldudát csinálni, és hogyha elkészült a szívószáldudát, akkor szórakoztassátok vele a családotokat. Na, nézzük további kísérleteinket. Az áramló közegek fizikájának van egy nagyon igen érdekes fejezete, amikor valamilyen oknál fogva egy test körül eltérő sebességgel áramlik a levegő. Az első ilyen megfigyelés az már a harcászatban az ágyuk lövedékeinek útjának tanulmányozásakor fölmerült. Gondoljatok bele, hogy akkor, amikor az első ágyuk készültek, akkor még golyó alakú lövedékek voltak. Ez a golyó alakú lövedék nem csak egyszerűen elrepült, hanem a csőből, amikor jött ki, a surlódás révén forgásba jött, és ez azt jelenti, hogy előrefele forogva repül, ígyni. Ennek eredményeként a két oldalán eltérő sebességet fog tapasztalni ez a repülőtest, és ennek eredményeként rá egy érdekes erő fog hatni. Gondoljatok bele, hogyha esetleg jártatok múzeumban, hadtörténeti múzeumban például, akkor azt lehet látni, hogy az ágyuknak a dőlésszöge, az a szög, amivel el tudják lőni a lövedéket, az sohasem 45 fok, hanem lényegesen kisebb. Mindez azért van, mert az előrefelő repülő golyóra egy fölfele emelő hatás van, és így alakul ki a legnagyobb távolság. Tehát ugye nagyon fontos egy csatában, hogy milyen gyorsan tudja az ember, milyen messziről tudja eltalálni az ellenséget. De hogy barátságosabb vizekre evezzünk, gondoljatok utána, hogy pingpongozás közben egy golyó alakú labdátok van, és különböző módon lehet megütni. Lehet megütni csak egész egyszerűen, lehet megütni pörgetéssel, nyeséssel, csavarással. Ilyenkor a golyó alakú labdánk, tehát a pingponglabdánk, az pöröghet előre, pöröghet hátra, jobbra és balra. Ennek megfelelően érdekes módon ezek nem egyenes pályán fognak repülni, hanem kanyarodni fognak. Először ezzel a jelenséggel Magnus foglalkozott, éppen egy lövedék tanulmányozása során. Otthon, ha van kedvetek, két darab ilyen nagyon vékony polisztirol pohárból és egy gumiból megpróbálhatjátok a kísérletet magatok is elvégezni. Azt fogom csinálni, hogy a gumit egy picit megfeszítve föltekerem a pohárra. Nézzétek meg! Ekkor, ha elengedem majd a poharat, nem csak a gumi megfeszítése fogja kilőni, hanem a gumi pörgésbe is fogja hozni a poharat. És a pohár pályája, nézzétek meg, hogy milyen érdekes lesz. Tehát, akkor úgy kezdjük, hogy egyszer, kétszer, háromszor fogom, kilőzöm, és azt hiszem gyönyörűen látszik, hogy nem függőlegesen esik lefelé, miután viszonylag gyorsan megáll. Nézzétek meg, ha elengedem, akkor függőlegesen esik lefelé. Hogyha megpróbáljuk még egyszer kilőni a kettős poharunkat, egyszer, kétszer, háromszor. Most figyeljétek meg, hogy most nem így fogom kilőni, hanem így. Megváltoztatjuk a forgás sebességét, és ebben az esetben egy ilyen nagyon érdekes kanyart vesz esés közben ez a hungarocell pohár, és ez azt jelenti, megmutatom még egyszer, tehát egyszer, kétszer, háromszor kilőjük, amint látjátok,
ez igen furcsán elkezd visszafelé röpülni. Megint egy vidám kísérlet következik, ehhez mi fogjuk elkészíteni az eszközt is. Ha megnézitek, az asztalon minden megvan, ami kell. Kell hozzá egy szívószál, kell hozzá egy saslikpálca, kell hozzá ragasztó, olló és mérőeszköz, esetleg egy jelölő berendezés. Hát az első dolog az lesz, hogy vesszük a szívószálunkat, és a szívószálunkat levágjuk, azt a részét, amin ez a harmonika rész van, ez nekünk most nem kell. Utána a szívószálat, ha megméritek, nekem éppen 18 cm hosszú, azt fogom csinálni, hogy 6 cm bejelölök az egyik végéről, 9 cm az a közepe, és ugye teljesen világos, hogy 6 cm-nél ismételten meg fogjuk jelölni, és leellenőrzik a 9 cm a szibátlan. Tehát akkor megvan az előrajzolás, a közepe, és ez egész. A közepéhez ide tesszük a szívószál, vagy a saslikpálcánkat, egy kicsit belapítom, ide szépen belehelyezem, és addig tekerem óvatosan, amíg a saslikpálca át nem fúrja ezt a szívószálat. Azon a részen, ahol a két jel van, ott meg körülbelül a feléig, nem tovább, a feléig átvágjuk a szívószálat. Nyusz! Egyszer, és nyusz, még egyszer. Ezek után ezeket így behajtjuk, így, és ezeket össze kell ragasztani. Úgy kell összeragasztani, hát hogyha minden igaz, ugye 18 cm hosszúságú a szívószálunk, kétszer 6 centit levettünk, akkor a harmadik is 6 centi lesz, tehát akkor ebből egy nagyjából egyenlő oldalú háromszög fog kijönni, ez már alakul is. És ezen a részen egy ragasztó szallaggal szépen összeragasztjuk. A ragasztó szallagot leteszem így, ráhelyezzük a szívószálunkat, na, nem is olyan egyszerű ez, na tehát akkor összefogjuk így, és ezt ide ráteszem. Úgy kell összeragasztani, hogy a szívószálnak a szál része továbbra is nyitott maradjon. Tehát, ez kész is vagyunk. Nézzétek meg. Ez itt nyitott. Ez így nyitott, hogyha így keresztül néztek rajta, akkor ezen a részen így átlátunk, meg itt is átlátunk, a felső résznek csak a szerepe, hogy forgasson. Majd ezek után ezeket elpakoljuk, előveszünk egy tálat, így, ne tegyétek nagyon magatokhoz közel, a tálba beleöntünk egy kis vizet, így, és most megkérjük az érdeklődőket, hogy legyenek szívesek közelhajolni. Ti pedig kinyújtott kézzel fogjátok, belelógatjátok, és elkezdtek vele így szépen így forgatni. Ez tulajdonképpen egy házi készítésű centrifugál szivattyú. Azt hiszem, hogy elég vidám dolog. Ha megértitek a működését, akkor az még szerencsésebb. Amikor az ember bemeríti körülbelül idáig a vízbe, akkor az itt lévő víz kerül megforgatásra, és az itt lévő víz kifelé akar menni. De kifelé útjában áll ez a szívószál, ezért kénytelen először fölmenni, és ahogy fölmegy, egyre nagyobb és nagyobb sebességre fog szertenni, és éppen ezért, amint látjátok, jó messzire is el lehet vele spriccelni. Természetesen, ha nagyon akartam volna, megmutathattam volna úgy is, hogy egy készeszközt hozok. Hát voltam egyszer egy kiállításon, egy szivattyú gyártó adta ezt az ajándékot mindenkinek, aki meg tudta mondani, hogy ez hogyan működik. Nézzétek meg, hát ezzel még jóval messzebbre is el lehet spriccelni, úgyhogy mivel nem szeretnék nedvesen hazamenni,
ezért ennél nem spriccelek messzebbre. Ha van kedvetek, építsetek ilyen szivattyút, ha van kedvetek, ide tehettek akár több csövet is, és akkor sokkal nagyobb teljesítményű lesz a szivattyútok, úgyhogy előttetek áll, fedezzétek fel a világot. A gyerekek egyik legkedvesebb játéka a labda. Szerintem nincs is olyan gyerek, akinek ne lenne labdája, és ne szeretne vele játszani. Hogyha már van egy labdánk, vagy esetleg kettő, ne adj Isten három, akkor elvégezhetünk vele olyan játékos kísérletet, amiben egy csomó dolgot megtanulunk a fizikáról. Na nézzük az első labdát. Ez egy úgynevezett kosárlabda, nem is úgynevezett, ez kosárlabda, és a kosárlabdával mielőtt elkezdenek egy meccset játszani, megnézik, hogy mennyire jól pattog. Ezt két dologgal lehet befolyásolni, egyrészt a kosárlabdának, a gumiának az anyagával, illetve a belefújt levegő mennyiségével. Hogyha leejtik egy megfelelő magasságból, azt fogják nézni, hogy milyen magasra pattan föl. És azt mondják, hogy a pattogásnak, a hatásfokának legalább 70%-osnak kell lenni, vagyis 1 méter magasságból 70 centire kell fölpattanjék a kosárlabda, akkor kezdődhet vele a meccs. Van itt egy gyerek kosárlabdám is, ezzel is meg tudjuk mutatni ugyanezt. Amint látjátok, ez is szépen visszapattan. Ha már két labdánk van, akkor össze is hasonlíthatjuk őket, hogy melyik az, amelyik jobban pattan. Hát igyekeztem beállítani egyformára két labdát, ha megnézitek, akkor az nagyjából együtt pattog. A következő dolog az lesz, hogy megnézzük, mi van akkor, ha egymás hegyire, hátára pakoljuk a labdákat. Tegyük először a kicsit ide, tegyük rá a nagyot, és ebből a magasságból egyszerre ejtsük le. Abban az esetben, hogyha pontosan eltaláljuk, hogy egy tengelybe essék a két labda, akkor valószínű, a felső labda visszapattan körülbelül odáig, ahogy egyébként is szokott. Hát körülbelül most másodjára jól is jártunk ezzel. Az igazi izgalom akkor jön, amikor a két labdát egymásra tesszük úgy, hogy egy tengelybe legyenek, és a kicsi van fölül. Nézzétek meg, hogy mi történik. Amint láttátok, köszönöm, a kisebbik labda jó magasra fölpattant, sokkal magasabbra, mint ahonnan elindítottuk. Az operatőr kimondottan féltette a kameráját. Nos, a következőkben megismétlem még egyszer a kísérletet. Ti most ne azt nézzétek, hogy ez a kislabda milyen magasra pattan, hanem azt nézzétek, hogy a nagylabda hogyan pattog föl. Kislabda nélkül így pattog. Nézzétek meg, hogy az első legalább ilyen magasra pattan föl. A kislabdát ráhelyezem, elengedem, és amint láttátok, most a kislabda elrepül, de nem erre kellett figyelni, arra, hogy a nagylabda szinte föl se pattant. Ez azt jelenti, hogy amikor ezek leértek a talajra, a nagylabda az összes mozgás energiát odaadta a kislabdának, és ennek eredményeként a kislabda az eredeti magasságának a sokszorosára ment föl. A következőkben 19-re lapot húzunk, és vettem egy harmadik labdát is. Amint látjátok, ezek a labdák sorba rakhatók. Ahhoz, hogy a két labda pontosan ezt tudja, hogy a kicsi az ekkorát ugrik, ahhoz az kell, hogy a két labdának a tömegaránya nem akármilyen legyen. Ez körülbelül egy harmada akkora, mint ennek a nagy labdának a tömege. Ebben az esetben a nagy labda teljes egészében átadja a mozgás energiáját, és ez a kis labda a legmagasabbra megy. A következőkben van egy harmadik labda, ami beleillik ebbe a sorba, és akkor azt fogom csinálni, hogy ezeket a labdákat egymás hegyibe hátába rakom, így, és ezek után úgy próbálom leejteni, hogy ezek egy tengelybe legyenek, ezeket szépen összeillesztjük, egy tengelybe legyenek, és egyszerre elengedem őket, hogyha jól csinálom, akkor a kislabda közel függőlegesen fog akkor fölrepülni olyan magasra, amilyen magasra csak tud. Vagyis, hogyha jól megnéztétek, akkor itt majdnem a tanterem tetejéig fölment. Ez egy 7 méter magas tanterem, úgyhogy ebben a 7 méter magas tanteremben
Ez egy igen szép teljesítmény, hiszen körülbelül 1 méter magasságból dobtuk le a labdákat, és a legkisebb labda pedig 7 méter magasságra ment, kérem szépen, köszönöm. Hát megpróbáljuk megismételni még egyszer. Az a helyzet, hogy azt szokták mondani, hogy egy fizika órán, ha megismételni, csak azt a kísérletet szabad, ami nem sikerült, de azért én megmutatom nektek még egyszer, és azt kívánom, hogyha megismétlitek, akkor ne csak egyszer, hanem többször is próbáljátok ki, és figyeljetek meg azt, hogy hogyan is röpülnek. Ha egy egész kicsit ilyen ferdén tesszük, akkor össze-vissza fognak röpülni a labdák, tehát azt javaslom nektek, hogy otthon semmiképpen ne csináljátok, legkevésbé csináljátok a csillár alatt, menjetek ki az udvarra, és próbálkozzatok ott. Ha elgurul a labda az úton keresztül megy, akkor meg csak és kizárólag azután menjetek utána, ha körülnéztetek, hogy jön-e autó. Na, akkor nézzük a kísérletet. Az igen, most még magasabbra ment, mert nem volt olyan meredek a pályája. A következő kísérlet is játékos lesz. Tulajdonképpen pénzzel fogunk játszani, apró pénzzel. Én 100 forintosokat válogattam, és tegyük egymásra ezeket a pénzeket. Szépen egymásra illesztek 5 darabot. 2, 3, 4, 5. Ez már nem is kell. Így. És az a feladat, hogy ez a legfelső pénz, ez kerüljön az asztalra, úgy, hogy közben oldalra ne menjen semmit. Ez a feladat. Hát igazából nem nagy dolog ez, annak, aki ismeri azt, hogy azt a szót fizikából, hogy tehetetlenség. Azért mondtam, hogy fizikából a tehetetlenség, mert a mindennapi életben is használjuk ezt a szót, de általában ez nem pozitív. Általában emberekre szoktuk mondani, hogy a tehetetlen ember, de tulajdonképpen a fizikában, és ez nagyon izgalmas és nagyon fontos dolog, a tehetetlenséget teljesen másféleképpen fogjuk használni, mint ahogy a mindennapi életben. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a szó egyik környezetben ezt jelenti, egy másik környezetben teljesen mást. Tehát a feladat még egyszer megismétlem, ez a legfelső pénzérme kerüljön le úgy, hogy oldalra nem mozdul el semmit, vagy maximálisan nagyon kicsit mozdul el. A főszereplő, a másik főszereplő egy acélvonalzó lesz. Ezzel az acélvonalzóval az egymásra rakott pénzekből, ha ügyesek vagyunk, egy nagy suhintással ki tudjuk suhintani a legalsó pénzt, és amint látjátok, a legalsó pénz az mindig elrepül, a többi pedig fölötte nyugalomba marad. Hát, hogyha ezt megértettétek, akkor nagyon egyszerű dolgunk van, mert hogy megnézzük, mi van akkor, hogyha nem suhintunk erre rá, hanem csak a legalsó pénzecskét fogjuk óvatosan odébb tolni a vonalzónkkal. Tehát szépen egymásra illesztettem őket, és fogom a vonalzómat, hozzáérintem, és így lassan húzom. Látjátok, így szép lassan együtt mozognak ezek a kis pénzérmecskék, akár melyik irányba, akár erre, akár erre. Abban az esetben, hogyha nagyon suhintunk rá, akkor a legalsó kis pénzecske ki fog röpülni, és az alatt, az idő alatt, amíg kiröpül a többi alatt, addig a surlódási erő lehetne az, ami a felsőket odébb viszi. Ugye, mert amikor szép lassan tologatjuk jobbra és balra, akkor a surlódási erő lesz az, ami a felsőket mozgatja. Abban az esetben, hogyha egy ilyen nagyot rásuhintok, így, szerintem nagyon szépen látszik, hogy az összes többi pénzérme elmaradt, a legalsó pedig kiröpült. Most majd próbálom úgy csinálni, hogy a vonalzó is átérjen alatta. Amint látjátok, kiütöttem, és a többiek nyugalomba maradtak. Megint kiütöm, és még egyszer kiütöm. Na, tehát az a lényege a történetnek, hogy a testnek a tehetetlenségéről szólt a történet, hiszen, hogyha a testre hirtelen rövid idejű erő hat, az alig-alig fogja tudni megváltoztatni a mozgásállapotát, így mondjuk fizika órán. A valóságban az történik, hogy egy picit odébb megy, de az annyira pici, hogy a szemünk számára teljesen elhanyagolható. Van egy másik jópofa kísérlet. Ha van kedvetek, akkor keressetek a családba valami nagyon erős embert, és ez a nagyon erős embernek adjatok egy feladatot. A feladat az legyen, hogy 3 darab pénzérmét
így is szorítson össze, így, és szorítsa le az asztalra is. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb súrlódó erő segítségével ezeket rögzítettük, fizikálisan ott van az asztalon. Mi a negyedik pénzérmét ide tesszük erre az oldalra, és az ötödik pénzérmével pedig oldalról megfogjuk ezeket a részeket pöckölni. Nézzétek meg, nektek csak ennyi lesz a feladatotok, hogy így jól megpöckölitek, és akármennyire is szorítja az erős felnőtt ember, el fogjátok tudni az utolsót lökni. Tulajdonképpen van egy eszköz, Newton bölcsőjének hívják, ott is azt szokták csinálni, hogy fölakasztanak 4-5-6, kinek mennyi golyója van, azonos tömegű golyókat, ezeket az azonos tömegű golyókat úgy helyezik el, hogy mindegyiknek a tengelye, a tömeg középpontja, egy középpont, egy egyenesre essék, és akkor a legszélét az ember megüti, akkor az utolsó ugrik föl, és az összes többi három nyugalomba van. Tehát az a lényege, hogy a fölnőttet kérjétek meg, hogy ezeket a pénzérméket így illessze össze, szorítsa le akár mind a hármat az ujjával, jó erősen, így, ti neki érintitek ezt a pénzérmét, és ezzel így szépen fogjátok, és jól megpöckölitek. Ha megpöckölitek, nem fogja tudni sohasem annyira erősen nyomni a fölnőtt sem, hogy ez ne tudjuk elpöckölni. Hát azt hiszem, hogy ezzel jó pár felnőttet meg fogtok tudni viccelni. Egy elektrostatikus kísérletre készülök. Ennek az elektrostatikus kísérletnek a fő szereplője lesz ez a papírördög. Hát tulajdonképpen nem lenne szükség a papírördögre, elég lenne egy nagyon vékony, egyszerű papírcsík is, de azt gondolom, hogy a ti korosztályotoknak egy kis vidámság az nem árt, illetve hát azt is mondhatjuk, hogy az elektromosságtan egy ördög ilyen érdekes része a fizikának. És hát akkor így itt van az ördögünk, és hát az ördögöt ugye sok rétegű papír zsebkendőből vágtam ki, illetve arra rajzoltam, és egy réteget itt szépen így le is hámozok róla, és ezt az ördögöt ide ragasztjuk szépen az asztal tetejére, így. Na gyere ördög, ide ragasztalak szépen, így. Most már az ördög ugye ezt a mozgást tudja, és akkor meg kéne mozgatni, de úgy, hogy ne nyúljunk hozzá. Na tehát, először a mese, hogy mikor ismerkedett meg ezzel az először, ebben a jelenséggel először az emberiség, egész pontosan Thalészról beszélünk. Thalész, aki Milétoszban lakott, időszámításunk előtt 600 évvel élt, és azt vette észre, hogyha egy borostyán darabot hozzádörzsölt a tógájához, avval kisebb madárpihéket föl tudott emelni. A borostyánt görögül elektronnak hívják, és innentől kezdve, ettől a pillanattól kezdve ezeket a jelenségeket elektromos jelenségeknek hívjuk. Hát most tulajdonképpen nekünk is kellene egy borostyánkő darabunk, de hát hogyha nincs, akkor megteszi egy léggömb is. Tehát itt van a léggömbünk. A léggömbünk egy szigetelő anyagból van, hát gumiból van, mint mindenki tudja, és tulajdonképpen azt kell, hogy egy másik anyaggal megdörzsöljük. Ezt a másik anyagot, ez egy nyúlszőrkesztyű, dörzsölöm és dörzsölöm a léggömböt. Mikor jól megdörzsöltem, akkor közelíthetjük az ördöghöz, és amint látjátok, az ördögöt szép lassan meg tudja emelni. Ha fölé helyezzük, akkor az ördögünk így itt van. Hát valamire az egyik füle lekonyult, de hát az minket túlzottan nem zavar. Lehet táncoltatni, ha esetleg van kedvetek, megvilágíthatjátok egy olyan fényforrással, amely fényforrás ultraviolában
sugároz, és ezek az ilyen fluoreszcens színezék, ezek a festékkiemelők, ezek igen izgalmasan tudnak világítani. Ha nincs otthon léggömbötök, akkor megteszi egy darab műanyag cső is, de hogyha ez sincs, akkor az más nem egy vonalzó is megteszi. Jó erősen megdörzsöljük, és amint látjátok, az ördögöt föl tudjuk emelni. Hát az ördög fölemelése, ez íme itt is van. Szervusztok gyerekek, én vagyok az ördög. Na, viccet félretéve, elektrostatikus kísérletekről azt tanítjuk, hogy ez az elektrostatika az az egyik legnagyobb erősségű erő, amit ismerünk. A dörzselektromossággal előállított kísérleteinkben mindig ugyanolyan elektromosságot tudtunk előállítani, tehát ez azt jelenti, hogy az ördögöt mondjuk negatívra töltött léggömbbel tudtuk fölemelni, ugyancsak negatívra töltődik föl a bot is, tehát amikor ezeket fölemeljük, akkor kialakítunk egy olyat, hogy egy semleges töltésű papír, ez az ördög, és egy negatívan töltött megdörzsölt ebonitrúd, vagy esetleg a léggömb, ezek mind-mind egy darabig vonzák. Amikor aztán az elektromos töltésből egy csomó átkerül az ördögre, akkor azt jelenti, az ördög is ugyanolyan elektromos töltést kapott, és az azonos töltések taszítják egymást. Az a helyzet, hogy abban az esetben, hogyha van egy olyan gépünk, ami nagyon sok töltést tud csinálni, és van egy olyan anyagunk, amely nagyon gyorsan töltődik, akkor igen gyorsan kialakulhat ez a kölcsönhatás, ez a taszító kölcsönhatás, ugye kezdetben vonzó, és utána átmegy taszítóba. Hát itt vannak ezek a fémedények, hát szépen egyenként fölrakom ide a Van de Graaff generátorra, így egymásra rakogatom őket, mindjárt azt is fölrakjuk. Majd be fogom kapcsolni a Van de Graaff generátort, és nézzétek meg, hogy amikor bekapcsolom, akkor ezek a fém edénykék, ezek szépen elrepülnek innen. Abban az esetben, ha szeretnénk megérteni, hogyan is működik a Van de Graaff generátor, viszonylag egyszerű dolgunk van. A Van de Graaff generátornak itt alul van egy görgője, fölül van a belsejében egy hasonló görgő, és a két görgőn át van vetve egy ilyen szíj. Szíjgenerátornak is hívják. Ennek a szíjnak az anyaga, szigetelő anyag, hasonlóképpen, mint mondjuk a gumi. Ami két görgő van, azok is szigetelő anyagból vannak, ez játsza a macskaprémnek a szerepét. Amikor bekapcsoljuk a villanymotort, akkor ez a görgő ezt a gumit meghajtja, de úgy hajtja meg, hogy egy picit mindig surlódik is, ennek eredményeként folyamatosan dörzsölődik a két anyag össze. Itt fölül, a felső résznél egy izgalmas kivezetéssel a fém gömbre tudjuk rávezetni az elektromos töltéseket, és az elektromos töltések a külső felette megjelennek, és mint vezető, nagyon könnyedén tudják átadni az elektromos töltést, főleg egy másik vezetőnek. De hogyha egy szigetelőt teszünk, akkor nagyon hasonló képpen fog ez eljárni. Azt is meg tudjuk talán mutatni, hogyha én leveszem innen az asztalról ezt az ördögöt. Mindjárt megnézzük, hogy mit is fog ez csinálni. Ide szépen fölragasztom, így. Ide ragasztjuk, így. Bekapcsoljuk a Van de Graaff generátort. Hát elektromosan megvárjuk, míg töltődik, és aztán amikor föltöltődött, akkor az ördögünk innen itt van. Abban az esetben, ha süssük a Van de Graaff generátort, elveszük az ördögöt. Biztos emlékeztek rá, hogy az ördögöt úgy raktam ide, hogy egy ragasztó szallaggal oda ragasztottam. Most apró fecniket, úgynevezett konfettit fogok ide fölrakni. Ezeket a konfettiket ide tesszük a tetejére, ezeket nem ragasztjuk le, nem csak ide, hanyagul ide tesszük. Annyi lesz rajta, amennyi ráfér. Most bekapcsolom a Van de Graaff generátort, és tulajdonképpen a kísérletünkben az fog történni, hogy minden egyes papírszemcse elektromosan töltéshez jut. A töltés révén kialakul közöttük a taszító kölcsönhatás, taszítani fogják a gömböt is, meg egymást is, hogy ez hogy történik, nézzétek meg! Amint látjátok, Van de Graaff generátorról szépen leszállnak ezek a kis papírfecnik, és tulajdonképpen elektromosan szétszórtuk
ezeket a konfettiket. A konfetti szórás természetesen egy vidám dolog, de azért azt kell mondjam, hogy gyakorlati alkalmazása is van. Az elektrostatikus festékszórás pontosan ugyanezen az elven működik. Amikor elektromosan festenek, tehát úgy értem, hogy egy gépjárművet, amikor lefestenek, akkor egy festékszóró pisztolyba teszik. Ez nagy nyomáson spricceli szét a festéket, ezek apró csöppökre szakadnak. Ennek a csöppökre szakadását segíti az elektrostatikus töltés, valamint azt is, hogy a leföldelt autóra sokkal egyenletesebben fog fölkerülni a festék. A következő kísérletben egy kis hullámtani kísérletet szeretnék nektek megmutatni, amelyet reményem szerint könnyedén el tudtok majd végezni otthon is. Ugye a hullám az azt jelenti, hogy egy rezgés tova terjed egy rugalmas közegben. Hát ez egy kicsit olyan fizika órásan hangzott, de ha körülnéztek otthon, egész biztosan, hogy megakad a szemeteken egy fogkefén, amely egy elektromos fogkefe. Hogyha ezt az elektromos fogkefét a sörtéjétől megszabadítjátok, akkor találtok itt egy fém tengelyt, amelyik ilyen billegő mozgással, ilyen forgó billegő mozgással mozog, ha bekapcsoljátok. Valahogy így. Én hozzákötöttem ez a fogkefének ez a tengelyéhez egy ilyen gumiszálat, és ez a gumiszál, hogyha megfeszítjük egy picit, akkor nézzétek meg, akkor mindenféle rezgéseket fog tudni végezni. Tudunk rajta egyfél hullámos rezgést létrehozni, kicsit meglazítjuk, akkor előjön a kétfél hullám, ezzel egy kicsit játszani kell, kétfél hullám, tovább lazítjuk, akkor esetleg előjön a háromfél hullám. Abban az esetben, ha megnyújtjuk ezt a távolságot éppen a duplájára, nézzétek meg, itt van éppen a duplájára, akkor egy kicsit egyszerűbb lesz a helyzetünk. Tehát bekapcsolom, tudunk csinálni háromfél, négy, itt van a négyfél hullám, így. Aztán tudunk háromfél hullámot csinálni, így. Ha tovább feszítjük a húrt, akkor két fél hullámot, így. Ahhoz, hogy egy fél hullám legyen, az már annyira meg kéne feszíteni, hogy esetleg a fogkefének kárt okoznánk. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ezek az álló hullámok úgy jönnek létre, hogy van egy rugalmas közeg. A rugalmas közegnek van egy fontos tulajdonsága, egy centiméter hosszúságnak megnézzük, mekkora a tömege, akkor az egy értéket fog adni. Emellett még az is fontos, hogy milyen sebességgel terjed, de ezt a sebességet úgy tudjuk beállítani, hogy meg kell feszíteni ezt a húrt. Abban az esetben, hogyha ugyanahhoz a feszítéshez egy nagyobb tömeg, egy vastagabb tömeg, egy vastagabb gumiszál tartozik, mint például, amint látjátok, ez véletlenül jól látjátok, hogy ez lényegesen vastagabb, akkor ennél a húrnál kisebb frekvencián, vagy ha az úgy tetszik, más hullámhosszú fognak ezek a távolságok előjönni. Nézzétek meg, ennél, hogyha ügyesen tartom, akkor rövid idő alatt be lehet állítani a négy fél hullámot, a három fél hullámot, itt van a három fél hullám, egy kicsit tovább feszítjük, akkor itt a két fél hullám, így, három fél hullám, itt a két fél hullám, és ha jól megfeszítjük, akkor előjön az egy fél hullám is, íme itt van. Tehát tulajdonképpen egy nagyon egyszerű hullámtani kísérletet tudunk megcsinálni. A kísérlet, hogyha valaki föltesz a kérdést, hogy mire jó ez nekünk, hogy ezt tudjuk, hát például nagyon sok esetben ilyen álló hullámokat használnak a zeneszerszámokon. Amikor megszólal egy gitárhúrja, egy hegedűhúrja, egy általában a vonósoké, akkor ugye az akkor szól szépen, ha jól van behangolva. A behangolás pedig hogy szoktuk végezni? Úgy, hogy a hangoló kulccsal lazítunk, vagy feszítünk egy kicsit a húron, ahogyan mi a kezünkkel egy kicsit hosszabbra, vagy rövidebbre vettük tehát jobban megfeszítettük, vagy kevésbé feszítettük meg ezt a gumiszálat. Abban az esetben, hogyha már elővettétek ezt a fogkefét, akkor nagyon nagy valószínűséggel a fürdőszobában erről a tartóról vettétek ki. A tartóját ugye egy konnektorral hozzá tudjuk csatlakoztatni az elektromos hálózathoz, és ha betesszük a fogkefét, akkor elektromosan tölti.
Pontosan hogyan is tölti? Hát az indukciót használja. Ez azt jelenti, hogy sem ezen a részen, sem ezen a részen nem látunk egy fémes csatlakozót, tehát gyakorlatilag vezeték nélkül tölt. A töltésnek az az érdekessége, hogy itt van egy piciny elektronika, amely egy tekercsen keresztül nagyon gyorsan váltakozó áramot hoz létre. Ez a nagyon gyorsan váltakozó áram, hogyha beletesszünk ebbe a gyorsan váltakozó áramnak a terébe egy másik tekercset, akkor abba a feszültség fog indukálódni, és ahogy látjátok, a tekercs két végére forrasztott ledecskénk világítani fog. Tulajdonképpen úgy is mondják, hogy ez induktíve van összekötve, induktíve van csatolva, itt belül egy hasonló tekercs van, csak egy kicsit kisebb, ezt pedig, ha ide tesszük, akkor amint látjátok, világít. Világítani tud egy fehér színű LED, ez egy olyan fehér színű LED, ami alapvetően kékes színű, tehát kék színű, és a kék színére tesznek egy bevonatot, egy úgynevezett fluoreszcens port, és ennek a fluoreszcens pornak segítségével próbálnak beállítani fehér fényt. Általában, ha videokamerával nézzük ezt, ez nem látszik, hogy ez fehér LED, a szemünk egy kicsit másképpen érzékeli. Tehát tulajdonképpen ez egy fehérnek eladott, de valójában kék LED. Miért is mutattam nektek két színt? Egy kéket, meg egy pirosat. Nagyon egyszerű magyarázata van. A kék színnek a bekapcsolási feszültsége magasabb, mint a fehérnek. Mint a pirosnak. Na nézzük meg még egyszer pontosan. Tehát itt van a kék színű LED-em. Ha meg akarjuk tudni, hogy mikor kapcsol be, akkor szép lassan közelítsük a feszültséget, vagy a tekercsünket az indukáló tekercshez, és egyszer csak azt látjuk, hogy kb. Ennél a távolságnál kezd el világítani, és ahogy húzom lefelé, egyre jobban és jobban világít. Ha megnézitek, megjegyezzük, hogy ebben a magasságban ide tettem az ujjamat, itt kezdett el világítani a kék színű LED. A piros színű LED, nézzétek meg, már sokkal magasabb távolságban világít. Ez azt jelenti, hogy a bekapcsolási feszültsége sokkal kisebb. A kék színű LED-nek 3,3 volt, a pirosnak pedig kb. 1,7 volt. Úgy is meg lehet erről győződni, hogy alulra teszünk egy pirosat, ekkor világít, rátesszük a fehéret, és akkor nem világít. Ha most megcseréljük a kettőt, alulra tesszük a fehéret, amit kéknek látunk, és fölé tesszük a pirosat, akkor egyszerre világít mind a kettő. Amint látjátok, a kísérlettel egy egyszerű, otthon is elvégezhető indukciós kísérletet tudunk, és azt is meg tudjuk mondani, hogy milyen távolságban, mekkora feszültség várható. Hogyha megnézitek, a fogkefénynek az alja nagyon szépen ráilleszkedik, tehát ennek a hatásfoka, ennek a vezeték nélkül átalakításnak hatásfoka biztos, hogy sokkal jobb, mint amit mi itt kitaláltunk, tehát itt ez ideálisan jól van kialakítva. Előadásunk ezzel véget ért. Még egy dolog maradt hátra, azok, akik regisztráltak a bemutatómra, azok számára még van egy feladat, azzal igazolják, hogy látták az előadást, hogy a most felmutatott papíron egy szó, és egy szám szerepel, az intézményünk neve és az alapításának az évszáma. Remélem tetszett az előadás, további szép napot, jó kísérletezést! A fizikai megismerés, a fizika módszere, az tulajdonképpen nagyon egyszerű. Az első dolog, hogy látunk egy érdekes kísérletet. Nem is kísérletnek hívjuk, hanem egy érdekes jelenséget. Talán többetökkel előfordult, hogy letett az asztalra egy pénzérmét, és ilyen furcsán mozgott. Ez a kísérlet alapjául szolgáló megfigyelés. Egyetlen egy baj van, hogy rövid ideig látjuk, amit látunk, pedig jó lenne megérteni, hogy pontosan mi is történik. Ilyenkor az ember próbálkozhat azzal, hogy megpróbálja jobban megpörgetni a pénzérmét, és ebben az esetben, ha jobban megpörgetjük a pénzérmét, hosszabb ideig figyelhetjük meg a kísérletet. Vajon hogyan kell megváltoztatni ezt a kísérletet, most már hívhatjuk kísérletnek, ha hosszabban akarnánk tanulmányozni? Hát világosan látszik az, hogy a
megállásért a surlódás nagyon erősen felelős lesz. Éppen ezért keressünk olyan anyagokat, aminek a surlódási együtthatója kisebb lesz. Így eljuthatunk egy üvegfelülethez. Ez az üvegfelület azért érdekes, mert nagyon kemény, a benyomódása a tárgynak nagyon kicsi lesz rajta, és nagyon szép simára van dolgozva, éppen ezért ez az üvegfelület hibátlan lesz. Ehelyett a puha részpénz helyett vegyünk egy üvegkeményre edzett acéltömböt, mégpedig egy ilyen szépre csiszolt acéltömböt, és forgassuk meg ezt, illetve nem is kell nagyon megforgatni, elég, ha csak így magára hagyjuk. Ebben az esetben nagyon sokáig tudjuk megfigyelni azt a mozgást. Ha valaki megkérdezi, hogy pontosan mi is történik, hát azt lehet mondani, hogy az, amit látunk, az nem más, mint hogy a kezdetekben a testben rejlő helyzeti és mozgási energia egyre kisebb és kisebb lesz. Pontosabban a helyzeti energia csökken, átalakul mozgási energiává, ezt a mozgási energiát azért végül mégiscsak a surlódás lesz az, ami elemészti. Azt hiszem, hogy véget ért ez a mozgás, ti is elgondolkodhatatok rajta, hogy tényleg érdemes ezeket a dolgokat így csinálni, pontosabban, amit az eleink, a tudósok kitapostak utat, azon kell tovább menni, megfigyelés, kísérlet, elméletgyártás, és utána leellenőrizzük az elméletünket. Szerintem ez az Euler-diszk ezt nagyon jól megmutatta.